jöjjön a záró felvonása heti helyzetben. Egy rövid látogatást teszünk Dagesztánban az Anzsi Mahacskala együttesénél. Roberto Carlos játékos edző szerint a Capello, Gerard, Lampard, Pires négyessel erősíthet Dzsudzsák csapata az Anzsi Mahacskala. Szulajmán Kerimov tulajdonossal vacsoráztam, az új vezetőedző kilétéről és az új igazolásokról beszélgettünk, idézte a Daily Mail Roberto Carlost, aki szerint az edzői posztra Fabio Capello az első számú kiszemelt, de szóba került Hiddink, Luxemburgo és Felipe Scolari neve is. A lap szerint elmondta, hogy Angliából szeretnék megerősíteni a keretet, így ajánlatot tesznek Steven Gerrardért, Frank Lampardért, Robert Piresért. Egy másik interjú szerint Robbie Carlos úgy fogalmazott, hogy Nicolas Anelka, Robin van Persie, Neymar és Nené is a klub látókörébe került. Néhány nappal később azonban Roberto Carlos sajtóbojkottot hirdetett meg. Nagyon meglepett, amiket olvastam, hiszen egyetlen interjúban sem beszélek konkrét nevekről. Többet nem nyilatkozom, csak a munkámra akarok összpontosítani, cáfolta a híreket Carlos. Hát azért azt tudjuk, hogy van egy magyar fia, ugye? Roberto Carlos. Ja, igen. Na, hát csak ennyit szerettem volna mondani. Tehát... De nem Dzsudzsák Balázs. Nem. Lakatos Lionel. Hát ez egy jó kis... Nem. Roberto... Kárla. Nem. Csak bízom benne, hogy majd a segítés előbb-utóbb nemzetközi karrier. Visszatérve... Jó kis marketing egyébként. Ja, igen, visszatérve erre a csapatra. Hát, erre szokták mondani, van itt minden, mint a vidéki búcsúba, tehát nem tudom, ki egyáltalán ki az, aki, mint edző, hát nyilván a pénz komoly motiváció lesz, de elfogadja az invitálást. Hát szerintem én nem bulisnak képzelem ezt az egész környezetet ott, nem? Tehát hát, elfocizgatnak. Két héttel ezelőtt, vagy múlt héten volt hír, hogy Eto nyilatkozta, hogy megdöbbent, hogy minden játékosnak külön tolmácsa van. És hát óriási. Igen, és az edző mond, amikor még orosz edző volt, mond valamit, akkor odaugrott mind a hét tolmács, és mindenki mondta a magáénak. És mindenkinek elmondták külön. Hát... De hetedikek, azt hiszem, az orosz bajnokságban, szóval azért nem követem figyelemmel. Azt hiszem hetedikek. Hát valahogy így. Igen, hetedik az meg. Tehát nem az élmezőny. Akkor megéri. Premier ligából. Hát nem tudom, milyen célokat tűztek, vagy terveztek. Azt hiszem, hogy a Balázs Dzsudzsák mondta, hogy egy-két éven belül szeretnének az európai élvonalba bekerülni és ott maradni meghatározó csapatként. Ez még lehet, csak kicsit olyan kaotikusna nekem most az ottani helyzet. De hát a szakértő azt gondolom itt ül, és ő tudja, hogy mi nem az a szemben, hogy az úr... Szerint nyolcadik a képen a bajnokságban. Tehát mire kimondtad, hogy hetedik? Igen, mert Attila szerkezett, kollégám. Gyorsan utána nézem. Igen, hát ez nagyon érdekes az új műsoromban, ami most indult az M1-en. Ezt csak azért mondom... De ez péntekenként van? Igen, havonta egyszer. Csak feldolgoztuk azt, Vujic Rutko megy el Dagesztánba, miután ugye volt háborús övezetről van szó, és hát csak egy valaki mehet ilyen övezetben. Csak egy valaki járt ilyen övezetben. Aki még soha egy könyvet nem írt. Vujic Rutko. És belepillantunk majd Dzsudzsák Balázs és Zimány Linda hétköznapjaiban ebben a riportban, úgyhogy ez jutott eszembe Dagesztánról. AK-47-esekkel találkoztatok meg? Természetesen. Na jó. Egy régi orosz laktanyába forgattuk, amit nem volt nehéz találni. A közeli Szentendrén rögtön rá is bukkantunk egyre. De azért az de is megvan, de most igazából az derült ki, hogy akkor a Roberto Carlos nem is mondott, nem is kerültek szóba ilyen nevek, mint például a Steven Gerrard, vagy például a Piresnek a neve? Hát ez valaki... Vagy a Lampard, tehát ez megvan, ahogy a Lampard felhívja a Gerrardot, hogy fú, tehát én Dagesztánba megyek. Te is. Nekem is, mikor mit hoztatok nekem? Te mennyit kerestél eddig? Én mondjuk 15 millió font, 150 millió fontot. Én 130 millió fontot. Én elmegyek inkább Dagesztánba. Nem, illetve én akkor megyek, ha te is jössz. De szóljál már a Robert Piresnek, hogy is jöjjön már el még Spanyolországba, vagy a Reálba, vagy hol játszik most a Pires? Vagy ő is most visszamehet Angliába a Pires? Bordóba játszik, nem? Vagy kék? Nem, szerintem eljutottunk arra a szintre. Érdemes lenne tovább lépni, annál is inkább, mert a megint kiukadtunk a... Nézd meg. Hol? Hova lyukadt? Várjál, most... Hát ez a megint anális inkább. Tehát annyira kellemetlen már ez nekünk, ne, hogy csak ide tudsz. Na mondjad, ne szakíts meg, mert ha megszakad egy folyamat, akkor... Nem szeretném kommentálni. Igen?
tehát nem tudom, mert aki most kapcsolódik be, az nem érti. Ja, nem érti. Nem, aki nem most kapcsolódik be, az se érti. Tehát maradj, mert mi jön most annak? Senki nem érti. Atikám. Az utolsó hírjem. A ravennai strandfoci világbajnokság fináléjában az orosz válogatott elhódította fennállása első világbajnoki címét. Mégsem ők voltak a VB hősei, hanem a negyedik helyen végzett szalvadori válogatott tagjai, írta Farkas Norbert a sport1tv.hu-n vezetett blogjában. A sportág helyi atya, Israel Cruz 2004-ben kiszúrta, hogy a sportág szabályait sem ismerő helyi halászok munka után csodálatos dolgokat művelnek a labdával a homokos strandon. Cruz csapatot szervezett belőlük, majd átalakította a játékosok étrendjét, hiszen a halászválogatott tagjai eddig csak halat, tortillát és babot ettek. Első nemzetközi viadaluk 2007-ben rosszul indult, mert a csapatkapitány Agustin Ruiz indulás előtt úgy bepánikolt a repüléstől, hogy széttépte útlevelét, így el sem utazott a mexikói viadalra. A halászok az idei olaszországi VB-n a negyedik helyen zártak. A meccsek alatt Salvadorban megállt az élet. A parlamenten megszakították az ülést, az iskolákban a tanítás. A hősök azonban hazatérve sem kitüntetést, sem prémiumot nem kaptak. Ám azt elmondták, nagyon örülnének néhány csónakmotornak, mert így nem kellene már bérelniük. A csapatkapitány Agustin Ruiz pedig beiratkozott egy iskolába, hogy megtanuljon írni és számolni. Erről a szalvadori halászokat egyszer mi már nagyon elvertük 82-ben. 11? Igen. Igen. De azra más pálya. Ez az igazi környezetük. Homok, közel a tenger, nyomták, mintán. És tessék, hát nem olvastunk róla előtte óriás cikkeket. Oda mentek, oda tették magukat. Szalvadorban sem olvastak rólunk óriás cikkeket. Hogy járhatod a szalvadori napilapokat? Nekem jár egy, de nekem abban nem egy szalvador dalim. Igen? Értem azt, amit mondasz, de hogy tulajdonképpen... Szalvadorkor mindig ünnepelünk. Szóval... Jézus! Nehova keveredtem. Na mit akarsz mondani? Megtanultak írni, olvasni, vagy mi? Nem. Hanem, hogy régen halat ettek meg babot, vagy mit szeretném mondani? Nem, azt akartam mondani, hogy nem kell ahhoz szalvadori halásznak lenni. Hogy ne tudj valami is olvasni. Az elég focistálok menni. Jó, hogy ügyeskedtem. Menj már el a focisták közé még egyszer. El a kezekkel a focistának, most már én szólok. De visszakanyarodunk, mert ezt pont tőled hallottam, és ez a napokban volt hír, hogy a dél-afrikai labdarúgó válogatott. Hogy járt? Ja, hát az minden idők. Na. Nem hallottátok? Nem. Hát de mondd. Bafala. Egészségedre. Picit egész neked is. Neked nem érezted? Mi ez? Képzeld el. Képzeld el. Te se tudni a sztori? Nem. Afrika kupa, öröm, boldogság, utolsó ja, meccs. Tudom. Utolsó meccs. Nem, tényleg nem. Utolsó meccs. Hogyha ott nyernek, vagy X-elnek, azt hiszem az X is elég volt, akkor úgy gondolták, hogy akkor kim vannak a Afrika kupán, vagy igen, mire igen. Afrika kupán se lehet ez a nezve. Igen, meg is van az, ami kellett, megy a izé, humba, lumba, hely, haj, súly, húj, vuvuzela, mindenki szétsüketülve, behűlve, táncolva, az egész lelátó, a speaker őrjöng, csak éppen az a baj, hogy nem a több rugott gól, hanem az egymás elleni eredmény döntött, és senki nem tudta Dél-Afrikában, hogy nem, hogy mi a szabály. Tehát örült mindenki az egész országosság. Ünneplés, tűzijáték, mindenki örült. Senki nem tudta, és ők azt hitték, hogy kijutottak az Afrika, és ugye a Nigerből valahogy jött egy ilyen... Mert ugye a nigeriek jutottak ki, nem tudjuk, valahol ott van nyilván ott azon a környéken. Tehát mi vagyunk kinn az Afrika kupa. Nem, mi nyertünk. És nem. És nem tudta senki, sem a szövetségben, sem a név, se a játékosok, de minden, senki nem tudta. Csak a... Így sem tudták a szabályokat? És semmi. Hát, de nem tudod, és utána talán egy 3-4 napnyi sziesta, majd fiesta után kiderült, miután elfogyott a eladott vuvuzelák száma, hogy akkor Niger jutott ki az Afrika kupán. Na, nem kell. Ezek szerint, tudjátok, mit kellett volna csinálni? A finnek elleni döntetlen, meg kellett volna ünnepelni. Kim vagyunk, két napig örülünk, aztán kide, hogy nem. Na.
elérkeztünk a műsorunk végéhez. Így volt, keretes volt. És az utolsó néhány perc arra is jó volt, hogy megtudtuk, hogy Pista vicceseket is tud mondani, úgyhogy ehhez külön gratulálunk, jó utat kívánok Telkibe, a magyar állulatok. Innen oda megyünk. Számolj be a fogadtatásról. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. Mi is köszönjük, szerbusz András.